Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ismét, itt is vagyunk. Miről lesz szó? Tulajdonképpen, ahogy a cím is írja, objektumok a programomban. Objektumok, típusok és azok és értékek, hogy hogyan is tudjuk ezeket a programba reprezentálni, illetve hogyan tudjuk a programunkba ezeket kezelni. És akkor ehhez fogunk kisebb példákat írni. Tényleg a tartalom kapcsán, hogy ugye stringeket, stringio, integer, illetve integer IO, típusok, objektumok, és végül beszélni fogunk egy kicsit erről a type safety dologról. Majd ha odaérünk, akkor nyilván kifejtem, hogy pontosan mit is értünk ez alatt. Oké, na és akkor csapjunk is bele, rögtön egy forráskóddal, de ezt írjuk is meg, ne csak így úgy nagyjából lássuk. Oké, és na honnan is induljunk ki mondjuk a egyszerű Hello World-ből, amit ugye az előző órán írtunk. Oké, és rendben van. Én ezt elmentem egy új néven. Legyen ennek a neve mondjuk simán most csak annyi, hogy input CPP. És akkor most ezt fogjuk továbbfejleszteni, ezt fogjuk egy kicsit tovább írni. Mégpedig úgy, hogy most már a programunkba úgymond be is fogunk olvasni valamit, és azt ki is fogjuk írni. És ez objektumokat fogunk használni. Most első körbe egy nagyon egyszerű kis példa, kérjük be a nevünket, és ehhez egy string típusú objektumot fogunk használni. Kérjük meg a usert, hogy írja be a nevét. Így van, itt létrehozzuk ezt az objektumot, és ebbe az objektumba szépen beolvassuk a nevet. Már is mondom, hogy ezek pontosan mit is jelentenek. És hogyha ez megvan, akkor írjuk is ki. Csak hogy lássuk, hogy biztos jó-e. Oké, és na. Oly is mentettem el. Itt van a klasszban. Így van. Jó, hát szokott módon lefordítjuk. Ez az első mindig, hogy egyáltalán működik-e. A program lefordul. Futtassuk a szokott módon. Látjuk, hogy kiírja nekünk, hogy írjuk be a vezetéknevünket, vagy a keresztnevünket. Hát én itt ezt most beírom, és így szépen köszön is nekünk a program. Egy pici kozmetika, hogy ide ne egy új sort írjunk, hanem egy felkiáltójel perent, csak egy minimális módosítás. Így né. Oké is. Na, hát lehet, hogy most még egyelőre nem teljesen világos, hogy mi is történik, de akkor fussunk végig rajta. Na most, ugye látjuk, hogy itt kiírunk valamit, hasonlóan a Hello World-höz. Mi történik? Egyelőre legyen annyi elég, hogy ezzel az operátorral tudunk objektumokat beletenni ebbe az objektumba. Jó, most csak ilyen nagyon konyha nyelven, később majd kifejtjük ezt is, hogy pontosan mit jelent. Jó, ez egy ugyanolyan operátor, mint mondjuk az összeadásjel, a kivonásjel, a szorzásjel vagy az osztásjel, csak nyilván nem matematikai jelentése van, hanem valami egyéb. Fogunk erről is beszélni. Itt most konkrétan annyit mondunk, hogy ezt a karaktersorozatot, ami itt van, tegye bele ebbe az úgynevezett cout objektumba. Most ez a cout objektum annyit csinál nekünk ennek hatására, hogy így a konzolra kiírja nekünk azt a szöveget, amit itt megkérünk, hogy írjon ki. Jó? Tényleg ez most nagyon konyha nyelven. Oké. A következő az, hogy itt létrehozunk egy objektumot, egy ilyen string típusú first name nevű objektumot, vagy változót, ahogy tetszik. Majd a következő sorban tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint az imént, csak fordítva.
Itt annyit kérünk, hogy ez, tehát ezzel az operátor, ennek az operátornak a segítségével annyit kérünk, hogy a scene objektumból vegye ki azt, amit beírunk, és tegye bele a first name nevű objektumba. Hát, viszonylag tényleg ismét csak ilyen kunyha nyelven, ezeket tényleg részletesen később meg fogjuk nézni. Jó, hát itt pedig tulajdonképpen megint csak ugyanazt csináljuk, mint a cout-nál vagy a hello world-nél. Ugye kérjük ugye itt a kis hello-t, simán ilyen kis stringes formába idézőjelek között, majd megkérjük, hogy a first name objektum tartalmát is fűzze hozzá ez a kiíráshoz, majd egy felkiáltójelet és egy új sor karaktert. Tehát egy sortörést. Jó. Hát, nagyon leegyszerűsítve ez az első program ennyit csinál. Nézzük meg a kis prezentációnkat, hogy itt mi van. Ugye ez az a kis program, amit most megírtunk. Hát picit itt a kiírás az más, de alapvetően erről lenne szó. És akkor, hogy input és output, hogy jelen esetben egy változóba olvasunk be, itt konkrétan a first name nevű változóba. A változónak van egy típusa, minden változónak kell, hogy legyen egy típusa. Itt jelen esetben ez egy string típusú változó, hát ezt magyarul mondhatnánk az, hogy szöveges vagy karakterlánc, hát kinek hogy tetszik, maradjunk a stringnél, szerintem ez a legegyszerűbb. A változónak a típusa meghatározza azt, hogy azon a változón milyen típusú műveleteket tudunk elvégezni. Itt például ennél a beolvasásnál ugye azt mondjuk, hogy karaktereket olvasunk az első ilyen whitespace jellegű karakterig. Hát whitespace jellegű karakter lehet a szóköz, a tab, az újsor, ezeket majd megnézegetjük. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy beolvasunk egy szót, mert talán így a legegyszerűbb ezt megfogalmazni. Oké is. Na, ezt a programot egy kicsit tovább fogjuk most fejleszteni, ugyanis nem csak nyilván szavakat tudunk beolvasni, hanem be tudunk olvasni számokat is. Jó, fejlesszük tovább ezt a programunkat, legyen mondjuk most input 2 a neve, nem túl beszédes, de semmi gond. És fejlesszük tovább annyival, hogy kérjük be a korát is a kedves usernek. Na most nyilván a kor az egy olyan dolog, hogy persze sokat lehet cizellálni, hogy pontosan mit is értünk kor alatt, de alapvetően itt most tényleg annyi, hogy az életkorára kérdezünk rá, hány éves. Tehát igazából itt most nekünk egy sima egész típusú változó, tehát egy integer elég lesz. Nagyon egyszerű dolgunk van, ugyanis miután foglalunk helyet egy integer típusú változónak, így szépen egymás után láncolva meg tudjuk azt mondani neki, hogy először olvassa be a vezetéknevet, majd olvassa be az életkort. Hát itt most egy szó lesz, mondjuk az én nevem, itt pedig egy szám lesz. Jó. Hát írjuk is ki, hogy hát mondjuk legyen így nagyon egyszerűen age. Picit itt még húzok rajta, hogy lássátok. És az age-et írjuk ide ki. Hát, én ezt most már kiteszem nagyba, mert lassan nem fér ki. Jó, tehát mit csinálunk? Kérjük először a hello-t, aztán a vezetéknevet, majd utána zárójelbe a kort. De ide még kellene, hát csak nem így fogjuk, hanem itt bezárjuk a zárójelet, és dobunk egy új sor karaktert. Így. Próbáljuk ki, hogy működik-e. De nem ezt fordítjuk, hanem az input 2-t. Oké, és jónak tűnik. Na és akkor fordítsuk, vagy futtassuk. Tehát kéri a nevet, majd szóköze elválasztva írjuk be a korunkat. És szépen ki is írja nekünk a nevet és a kort, ahogy azt szerettük is volna.
Fogunk majd ezekről az operátorokról még kicsit részletesebben beszélni. Most tényleg csak jelen legyen annyi elég, hogy ebben az esetben ezt, ami itt van, tegyük bele ebbe, itt meg fordítva. Jó, tehát ami innen jön, itt most jelen esetben a karakteres input, azt tegyük bele ebbe. Jó, egyelőre legyen ennyi elég, később részletesen fogunk erről tanulni. Jó, alapvetően itt tényleg annyit kell tudni, hogy általában így írunk ki a sima parancsorba, a parancsorba meg így olvasunk be. Nézzük tovább ezt a kis prezentációt, ugye alapvetően itt is erről van szó, hogy itt a vezetéknevet és a kort írja, kort kéri be, és akkor ezt is szépen ki is írja nekünk. Na, lépjünk egyel tovább. Mint néztük meg eddig, megnéztük az integert, megnéztük a stringet. Hát integer ez tulajdonképpen a sima egész számok, részletesen beszélünk majd később erről is, ugye a stringek pedig a karakterek, karakterláncok, bocsánat, szövegek. És ugye nyilván itt ezekre, ahogy mondtam is, hogy a típus meghatározza azt, hogy arra változóra milyen műveleteket tudunk végrehajtani. Itt láttok pár példát, ugye ez a szín és ez a dupla kacsacsőr azt mondja, hogy beolvas egy szót, illetve a szín és a másik irányba dupla kacsacsőr kiír valamit. Ugye stringeket az összeadás jelen lehet összefűzni, ezt mindjárt meg is nézzük. Ez a plusz egyenlő s operátorral lehet a adott stringhez, a végéhez fűzni másik stringeket, de nyilván a plusz-plusz az nincs értelmezve, illetve hát a kivonás se, hát most stringből hogy vonsz ki valamit, nyilván az olyan nehezen értelmezhető. Ugye integerre, illetve majd később megnézzük, hogy tört számokra is, vagy lebegőpontos számokra is hasonlóan működnek ezek a beolvasás, kiírás operátorok. Nyilván ott az összeadás az már a matematikai értelembe vett összeadás, tehát az tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint ahogy megtanultátok általános iskolában az összeadást. Itt hozzá lehet adni n-et egy adott számhoz, lehet növelni egyel ugye a plusz-plusz operátorral, természetesen a kivonás is értelmezve van rá, és sok más egyéb művelet. Nyilván ezt majd megnézzük azért, hogy pontosan hogyan is működnek, meg pontosan hogyan is néz ki. És ugye még egyszer, ahogy mondtam, a változó típusa meghatározza az elvégezhető műveletek körét, valamint, hogy mi a művelet jelentése, tehát mi a teendő abban az esetben, hogyha azt a műveletet, azt az operátort alkalmazzuk arra az adott változóra. Nyilván ez teljesen egyértelmű, hogy stringekre meg integerekre nem ugyanúgy működnek ezek az operátorok, de még integerekre, illetve lebegőpontos számokra is néha egy picit más adott esetben oda kell figyelni. Egyébként ez az, amit úgy nevezünk, hogy overloading vagy operátor overloading. Nyilván az összeadás jel, az meg, mi megmondhatjuk, hogy hogyan működjön, de erről majd egy picivel később. Oké is. Na, és akkor picit beszélgessünk a nevekről. Ugye nyilván minden változónak kell, hogy legyen neve. Itt is látjátok például, hogy nyilván itt ennek a stringnek van egy ilyen neve, hogy first name, itt ennek az egésznek az a neve, hogy age, már ennek az egész típusú, integer típusú objektumnak ugye az a neve, hogy age. Kell, hogy legyen egy neve, mert nyilván valahogy hivatkozni kell rá. Név nélkül ez nem igazán fog menni. Nyilván itt vannak különböző szabályok, tehát úgymond ilyen írott és íratlan szabályok is, hogy hogyan nevezzünk el egy objektumot vagy egy változót. Nyilván én most olyan nagyon részleteiben nem akarnék ebbe belemenni, minden nyelvnek megvan a maga úgymond ilyen szabályrendszere, hogy nézhet ki egy név. Itt például a C++-nál úgy vagy betűvel kezdődik, betűket, számokat és underscore-okat tartalmazhat csak, és akkor itt láthatunk pár példát, például x, number of elements, itt Fourier transform, tényleg csak, hogy egy párat említsünk. És akkor vannak olyanok, amik nem legálisak, például ilyen dollár, meg nem is tudom milyen, ugye ami számmal kezdődik. Ebbe most én nem nagyon akarnék belemenni, mert nyilván majd menet közben úgy is látjátok. Jó? Alapvetően, hogyha ezt követitek, akkor nagy probléma nem lehet. Jó? Tehát akkor nagy probléma nem lehet.
Jó. Igyekezzünk kerülni azokat a neveket, amik ilyen underscore-ral kezdődnek. Nem is tudom, mi ennek a neve, aláhúzás. Tehát ilyen aláhúzás jellel kezdődnek. Azok ilyen rendszer szintű, meg ilyen implementációs nevek. Azt ne nagyon használjuk. Nyilván olyan szó, ami kulcs szó az adott nyelvben, az nem lehet név. Tehát olyan nem lehet, hogy például ezt én névnek adom, vagy ezt én névnek adom. Ezek nyilván nem fognak működni. Jó, de hát ezt gondolom, hát ha nem is egyértelmű, de nyilván most már ez akkor tudjátok. Oké is. Pár ilyen íratlan szabály, amit igazából jó lenne tartani. Válasszunk olyan nevet, ami azért leírja azt, hogy mit tartalmaz a dolog. Láttátok itt is a first name-et, vagy az age-et. Elég egyértelmű, hogy mit is jelent. Igyekezzünk kerülni a rövidítéseket és mozaik szavakat, kivéve, hogyha nagyon-nagyon egyértelmű és nagyon-nagyon triviális, hogy az mit jelent. Jó? Tehát erre figyeljünk oda. Jó. Hát itt láttok is pár példát. Tehát ez a MTBF, meg mit tudom én micsoda. Erről nekem mindig az jut eszembe, amikor hát kollégával dolgoztunk egy projekten, és hát Bátfai Norbert kollégával majd fog titeket tanítani Prog 1-en, Prog 2-n, hogy dolgoztunk egy projekten, és hát részleteket nem akarok mondani, mert ilyen TikTok tartásos dolog, csak ugye volt egy, az egyik programjában volt egy változó, valamiért azt akartuk használni, vagy meg akartuk nézni ezt a programot, és akkor hát nem írta oda mellé, hogy az pontosan mit is jelent az a változó, meg hogy mire is használjuk, csak a programban nagyon sok helyen előfordult. Az is ilyen mozaik szó, ilyen rövidítés volt. És akkor hát ugye mentünk megkérdezni, hogy hát Norbi, figyelj már, mi ez a változó, meg hogy pontosan mire használd, és akkor így széttette a karját, hogy hát nem tudjátok mi az, hát tök triviális. És akkor hát nyilván úgy ennyibe is maradt a dolog, aztán na mindegy, végül is nagyjából megfejtettük, meg azért előbb-utóbb el is mondta, csak nyilván ez azért is van, amit korábban is mondtam, hogy ugye a programot nem csak magatoknak írjátok, meg nem csak a fordítónak írjátok, hanem a kollégáknak is. Jó? Hogyha ilyeneket használtok, akkor a kolléga nem fog titeket meghívni kávézni, főleg, hogyha föl se kommentezitek, hogy ez pontosan micsoda, majd erről is beszélünk, hogy ennek milyen szabályai vannak. Illetve, ahogy Emcsiv is mondja itt a chatben, hogy 2 hónap múlva te sem fogsz emlékezni rá. És ebben teljes mértékben igaza van. Újra előveszed a programot, előveszed a kódot, és fú, mi is volt ez a változó, majd vakarod a fejed. Legyenek sokat mondó nevek. Nyilván ilyen rövidített nevek oké, és hogyha konvencionálisan használjuk, például X valami lokális változó, vagy ilyen ciklus változó, alapvetően ezek majd jönnek rutinnal. Igazából, mert szépen folyamatosan, ahogy írjátok a programot, ezek egyelőre tényleg csak ilyen íratlan szabályok. Jó, ne használjunk túl hosszú neveket, például ezek oké, de ez már azért úgy, ez már egy kicsit hosszú. Jó, tehát erre is figyeljünk. Na most ennek ellenére én itt csak bedobom az Apple Developer, na most aki esetleg kicsit rutinosabb Apple Developmentbe, és a Swift már alapvetően istenes, tehát már nem is olyan vészes, azért annyi Objective-C API-ba voltak ilyen baromi hosszú függvénynevek, hogy kb. A függvénynek a dokumentációja is már benne volt a névbe. Tehát nyilván én mondom, hogy figyeljünk oda, hogy ne használjunk túl hosszú neveket, de néha azért nehéz elkerülni. Nézzünk meg egy kis egyszerű aritmetikát. Ezt most itt meg fogjuk írni. Nyitok is egy újat szerintem, mert itt ez most kicsit más lesz. Hát, legyen simán float a neve. Majd legfeljebb átnevezem, hogyha nem lesz jó. Oké, és na hát ugyanúgy kezdjük, ahogy eddig is. Beinkludoljuk ezt a kurzus szintű headert. Ugye jön a szokásos boilerplate. Erről is majd fogunk beszélni, hogy ez pontosan mit jelent. Bocsicsak.
erről, tehát fogunk majd beszélni, hogy mi is ez a main, meg ilyesmi. Most egyelőre ezt lépjünk túl ezen. Na és akkor egy egyszerű aritmetikát fogunk nézni, mégpedig egy egyszerű ilyen lebegőpontos aritmetikát, tehát az, hogy ilyen matematikai dolgokat hogyan tudunk megcsinálni. Egyszerű aritmetikát fogunk csinálni, mégpedig ilyen úgynevezett lebegőpontos aritmetikát. Legyen annyi most elég, hogy tört számokat fogunk benne bizonyos értelemben reprezentálni. És ezt a tört számot a usertől fogjuk elkérni. Így van. És ehhez készítünk egy ilyen kis objektumot is, mégpedig egy ilyen double típusú objektumot. Hát még most, jó, hogy most mondtam a beszédes változó neveket, hát most itt a példa kapcsán ez alapvetően bőven elég lesz. Jó, úgyhogy tulajdonképpen itt ez a double típus, ezt képzeljétek úgy, hogy ez a C++-nak a egyik, hát talán a legjobb megoldása arra, amit ti matematikából valós számként tanultatok. Tehát ugye vannak ezek a valós számok, ezek a tizedes törtek, meg ilyesmi. Na, a double típus az egy jó közelítés ahhoz, amit tényleg valós számoknak nevezünk, még hogyha nem is tökéletes, de alapvetően egy jó közelítés. Na, és akkor olvassuk be ezt a számot, ugyanúgy, ahogy az imént is, és csináljunk egy pici kis hibakövetést, tehát írjuk is ki ezt a számot. Csak hogy lássuk, hogy biztos az-e, és fejezzük be a boilerplate-et. Jó, és akkor nézzük meg, hogy működik-e. Programunk lefordul, ez mindig egy örömteli dolog. Futtassuk, írjunk be egy számot, és ki is írja nekünk ezt a tört számot. Nagyon fontos, hogy tizedes pont. Jó, angolba tizedes pont van, nem pedig tizedes vessző. Oké, és rendben van. Na, eddig rendben vagyunk, és akkor a kérdés az, hogy mit tudunk ezzel a számmal csinálni. Na most... hogyan is csináljuk? Igazából én ezután fogom írni, opa, már még nem ide, hanem ide fogom a továbbiakba írni, amit esetleg hackkelünk vele. Mondjuk növeljünk meg egyel. Oké, és csak így szépen lokálisan. Nézzük meg, hogy működik-e. Oké, és hát 12, megnövelte 13-ra. Oké, és jó, rendben van. Ugye látjuk azt, hogy nyilván itt semmi különös nincsen. Ez ugyanaz jelenti, mint amit tanultatok már általános iskolában is, vagy középiskolában matematikából. Ez az n számhoz adjunk hozzá egyet. És látjuk, hogy ez is történik. Ugye 12-t írtunk be, hoztáltunk egyet, 13 lett. Oké, és na, hát ez eddig semmi különös. Ugyanígy működik a szorzás is, mondjuk szorozzuk meg 3-mal. Ezt is nézzük meg. Jó, hát itt a 12-t megszorozzuk 3, az 36 lesz. Látjuk, hogy itt az összeadásjel, a szorzásjel is szépen működik, és tényleg ezek ugyanúgy működnek, ahogy tanultuk is. Szilágyi Szilárd kérdezi közben, hogy a peren és az endel között mi a különbség. A peren az egy sima karakterliterál, úgymond. Az endel pedig egy előre definiált név erre, de ezt majd megbeszéljük. Igazából jelen esetben nekünk most, hogy,
hogy ezt írjuk, vagy azt írjuk, hogy endel, teljesen mindegy. Jó, ugyanaz fogja eredményezni, nincs különösebb változás most. Jó, tehát a kettőt én használom így, így oda-vissza, nincs jelentősége. Oké, és na hát tudunk olyat csinálni, hogy ugye nyilván nem csak ilyen konstansokhoz tudjuk hozzáadni, hanem hozzá tudjuk adni úgymond önmagához is. Tehát látjuk itt, hogy simán n plusz n. Jó, és akkor ugye 12 meg 12, az 24. Jó, tehát ilyet is tudunk csinálni. És akkor ezt meg tudjuk ugyanúgy csinálni a szorzással is. Hát lehet, hogy itt bepörgetem egy kicsit a copy-paste-et, mert miért is ne. Tehát ezt ugyanúgy tudjuk szorzással is. És akkor 12-ször 12 az 144. És látjuk, hogy ez is működik. Ugyanúgy működik az osztás is. Ugye ott a perjellel, mondjuk osszuk el 2-vel. És ez is szépen úgy működik, ahogy azt tényleg megszoktuk. Tehát hát látjuk azt, hogy semmi különös nincsen. Tényleg a szokásos matematikai műveletek működnek itt is. Nyilván azért, mert ez egy valós szám. Tehát, hogy amit tanultatok matematikából, hogy a valós számokra a műveletek hogyan működnek, itt is teljes mértékben ugyanúgy működnek. Hát nyilván miért működnének másként, kicsit fura lenne, hogy hát igen, a világon mindenhol úgy működik, kivéve C++-ban, mert ott valami fordítva van. Nem, ilyen nincsen, ugyanúgy működik. Jó. Oké, és emellett ugyanúgy ki tudjuk számolni egy változónak a négyzetgyökét is, csak hogy egy kicsit zavarosabb legyen a dolog. Erre már függvényt használunk, amit majd hamarosan kifejtek, hogy pontosan hogyan is működik. Legyen mondjuk most 81 a szám, és ugye 81-nek a négyzetgyöke az 9. Jó, de erről majd fogunk egy kicsit később beszélni, hogy ez egészen pontosan mit is jelent. Jó, tényleg azt látjuk, hogy semmi meglepő. Még egyszer akkor a program, kiírjuk, hogy kérünk egy számot, lehetőleg egy valós számot. Én itt mondjuk most egész számot írtam be, de hát ugye az egész szám is valós szám. Ugye itt létrehozunk neki egy változót, beolvassuk a számot innen a konzolról, majd itt elvégzünk vele pár műveletet, és szépen egyesével kiírogatjuk. Nézzünk egy nagyon egyszerű kis számítást, ezt fogjuk most következőkben megnézni. Ez már egy picit talán bonyolultabb, de mindenképpen jó lenne ránézni erre. Úgyhogy folytassuk is ezzel. Tulajdonképpen annyit fog csinálni, hogy incset fog átszámolni centiméterre, tehát egy nagyon egyszerű kis szorzás lesz. Ezt is mentsük el, hát mondjuk ilyen to cm.cpp, és akkor egy nagyon egyszerű ilyen kis, írjuk be a számokat, ő meg szorozgatja, és írja ki a számokat, az eredményt, egészen addig, amíg mi számokat írunk be. Vagy legalábbis, hát amíg nullát nem írunk be, maradjunk annyiba. Jó? És na, hát akkor ugyanúgy ezzel az include-dal kezdjük. Oké, és megint jöhet ez a kis boilerplate. Na, és akkor ugye incset akarunk átváltani centiméterbe. Nyilván az alap az, hogy beolvasunk egy számot, azt megszorozzuk, majd kiírjuk az eredményt, tehát valami ilyesmi lenne. Ugye itt az, hogy mivel kell szorozni, az egy állandó szám. Ugye egy incs, az 2,54 cm.
Na most erre föl tudunk venni egy változót, tehát hogy is van ez a centiméter per inch, így van. Ez legyen mondjuk 2,54. Tehát nagyon fontos, hogy a változóinknak tudunk így rögtön egyből kezdőértéket is adni, egyébként ezt hívjuk inicializálásnak, de majd a nomenklatúrára kitérünk egy picit később. Jó. Na most mivel ennek a változónak az értéke nem változik a futás során, ugye, intuitíven, az inch nem fog hirtelen megnőni vagy összemenni, ezért tudjuk ezt a változót úgy létrehozni, hogy ez egy konstans változó, és azt ezzel a kulcsszóval tudjuk jelezni. Hát ennek a változónak az értéke a program futása során biztosan nem fog változni, úgyhogy ezzel így rendben is vagyunk. Jó, nyilván muszáj nekünk a double, mert ugye tört szám, de mi másba is akarnánk ezt tárolni. Jó, rendben van. Na, akkor most csináljunk egy olyat, hogy olvassunk be változót, de nyilván úgy, hogy megkérjük a usert, hogy inchben írjon be egy változót. Hát inches, enter a dist. Jó, szerintem így rendben is vagyunk. Tehát, hogy írjon be egy változót inchbe, és itt ki fogjuk írni. Tehát először beolvassuk, bocsánat, először beolvassuk, nyilván, majd utána egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy kiírjuk, jól írom, length, igen, bocsánat, ezt mindig elírom, bocsánat, length, oké, okay. Jó, tehát kell egy változó, tehát hogy írjuk ki, hogy ez centiméterben, és egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy ezt a host megszorozzuk a centiméter per inch-el. És még dobunk egy új sort is, hogy lássuk. Amint ne felejtsünk el, mert nagyon fontos, hogy ezt a változót deklarálnunk kell. Jó. És az sárt, hogyha ennek is adunk egy kezdőértéket. Jó. Nyilván, hogyha nem deklaráljuk a változóinkat, akkor nem fogunk tudni rá hivatkozni. Jó, tehát ez fontos. Oké is. Jó, és akkor térjünk vissza egy null értékkel, de ez csak a szokásos boilerplate, most nem foglalkozunk vele. Jó. Na nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Meglepő, hogy továbbra se kaptunk még hibát, pedig én igyekszem. Oké, és na és akkor kéri, hogy írjunk be egy távolságot inchbe, mondjuk legyen 10 inch, és ezt átszámolja nekünk szépen 25,4-re, 25,4 cm-re. Jó, hát szerintem 10 inch ez ennyi is, tehát elvileg jól dolgoztunk. Jó. Oké, és... Na most, amit mindenképp még itt jó lenne megnézni, hogy egy picit bonyolítsuk már a dolgot, hogy egészen addig olvassunk be ilyen értékeket, amíg nullát nem írunk be. És azt hogyan tudjuk megtenni? Hát betesszük egy úgynevezett while ciklusba. Jövő héten majd picit részletesebben beszélünk ezekről a vezérlési szerkezetekről. Most egyelőre legyen csak annyi elég, hogy... egy while ciklusnak a törzse egészen addig fog lefutni, vagy egészen addig fog futni, amíg a zárójelbe írt feltétel igaz, és itt most legyen az, hogy a length az nem nulla. Jó? Opa. Fogunk majd erről beszélni, hogy hogyan is működik ez, majd jövő héten. Jó? Tehát mondom, tényleg most legyen csak annyi elég, hogy ez a része a programnak, addig fog futni, amíg ez a feltétel igaz.
és akkor jövő héten majd még vesézzük egy kicsit. De akkor nézzük meg, hogy itt ez mit is fog eredményezni. Jó, ismét lefordul a program, pedig én igyekszem hibát elkövetni. Jó, na és akkor itt kéri, hogy megint írjunk egy értéket, most beírjuk, hogy 10, ez kéri, hogy 25,4. Oké. Na de megint az történik, hogy megint kéri az értéket, most írjunk be mondjuk 25-öt, és akkor azt fogja megszorozni ugye 25, vagy 2,54-jel, bocsánat. Jó. És ez egészen addig fog futni, amíg nullát nem írunk be, beírunk egy nullát, és a program nyilván még ott kiszámolja, amit ki kell, majd kilép. Milyen típusaink vannak? Ugye a nyelvnek vannak, minden nyelvnek vannak beépített típusai, amik alapértelmezettel rendelkezésre állnak nekünk. Hát ilyen például az integer, amit használtunk, ilyen például a floating point, amit használtunk, vagy hát mást egyelőre még nem használtunk, de ezek például ilyenek. Illetve vannak egyéb típusok is, például van ilyen bool típus, ez ilyen igaz-hamis értéket vehet föl, van karaktertípus, ez ilyen karakterek tárolására alkalmas igazából, és akkor itt látunk mellé pár literát, hogy ezek milyen értéket vehetnek föl. Például a bool fölvehet ilyen igaz-hamist, ugye, akkor itt van egy pár ilyen karakter literál, mi ez az A betű, X betű, ugye a négyes mint karakter, ez fun, majd megnézzünk erre pár példát. És akkor ugye itt vannak az integerek, ugye ezek a tényleg a klasszikus számok, egész számok, ugye pozitív, negatív számok. Akkor ugye itt van a lebegőpontos számok, ugye, amit néztünk is, hogy tulajdonképpen ezek a valós számok, ha úgy tetszik. És ezek tényleg a beépített típusok, ezek a legtöbb nyelvben egyébként így megtalálhatóak, így a C++-ba is. És akkor ezen felül vannak olyan típusok, amit a nyelvhez úgymond mellékelnek nekünk, ezt egyébként Standard Library-nek hívjuk, olyan típusok, amit gyakorlatilag a C++ fejlesztői készítenek el nekünk, hogy ne nekünk kelljen vele vacakolni. Ilyen például a string, ezt már használtuk, vagy ilyenek például a komplex számok. Hát első évesek vagytok így a első hét végén, szerintem még a komplex számokról nem tanultatok. Később majd diszkrét matekból fogtok róla tanulni. Tehát ezek ilyen, hát komplex számok. Ugye a valós számok fölötti számhalmaz. Jó, de a lényeg, a stringet már kipróbáltuk, ezt már használtuk, és például ilyen volt a string, ilyen standard library típus. Szóval, ahogy látjátok, ilyen beépített típusaink vannak, ezeknek ilyen literáljai lehetnek. Ugye itt pedig ilyen standard library típusok vannak, mint string vagy komplex szám, ezeknek pedig ilyen literáljai lehetnek. Hát nem biztos, hogy itt a literál a legjobb kifejezés, de szerintem ez most itt ez rendben is van. És ugyanez lehet komplex számokra is, de ebbe most nem annyira megyünk bele. A C++ ad típusokat, bool, karakter, integer, double, ezek a built-in vagy beépített típusok, illetve a C++ programozók készíthetnek saját típusokat is, ezek a user-defined típusok, ezeket is megnézzük hamarosan, hogy hogyan lehet, a 9. fejezetben fogunk majd ezekre kitérni, struktúrák, osztályok, meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk saját típusokat is készíteni, illetve a standard library is ad pár típust, ugye ez a string, vector, complex, alapvetően ezek is felhasználó által definiált típusok, de ezeket a C++ fejlesztői készítik, és adják úgymond közre használatra, mondhatnám úgy is, hogy a nyelvnek egy melléklete. Nyelvnek egy melléklete ez a standard library. Jó? Fogjuk majd nézegetni kicsit jobban is. Oké, és na és akkor deklaráció és inicializáció. Mi történik tulajdonképpen a háttérbe? Mikor létrehozunk egy ilyen integert, ugye nyilván adunk neki egy nevet, tehát így hozunk létre egy változót, kell, hogy legyen egy neve, kell, hogy legyen egy típusa, illetve adhatunk neki kezdőértéket is. Alapvetően ez nem kötelező, de adjunk mindig kezdőértéket a változóinknak, úgy a biztos.
fogunk róla beszélni, hogy miért. És akkor mi történik? Tulajdonképpen hardware szinten az történik, hogy az operációs rendszer lefoglal egy memória területet a memóriában. Tehát lefoglal egy területet a memóriában. Hát az, hogy mekkora területet, ez igazából implementáció függő, meg környezet függő. Hát alapvetően a legtöbb gépen, amit ti használtok, sima laptopon vagy asztali PC-n, tehát a legtöbb PC-n ez az integer, ez 4 byte-ot fog lefoglalni a memóriából. Ezt itt látjuk, hogy itt egy ilyen kis rekesz létrejön, és mivel, hogy inicializáltuk is valamilyen értékre, ezt az értéket ide szépen be is fogja írni, tehát itt lesz nekünk a memória terület, és benne lesz egy 7, mint érték. Jó. Ugyanezt történik, ugyanígy létrehozunk egy ilyen integer típusú változót, csak ennek nem ugyanaz lesz a neve, nyilván már nem lehet ugyanaz a neve, ennek az a neve, hogy B, ezt 9-re inicializáljuk, látjuk itt is a memóriába egy kis rekeszbe, ide betesz nekünk egy 9-est. Jó. Na most utána létrehozunk egy másik típusú változót, ez egy karakter típusú változó lesz, ennek C lesz a neve, ennek már így adhatunk értéket, mondjuk, hogy ez legyen egy A betű. Erről majd fogunk nézni, hogy ez pontosan mi. És látjuk, hogy itt is létrejön egy ilyen kis memória rekesz, de látjuk, hogy ez sokkal kisebb, mint az integer. Jó, tehát látjuk, hogy kisebb a maga a dobozka is. Ugye ez azért van, mert a karakter a legtöbb számítógépen 1 byte méretű területet foglal le a memóriában, tehát 1 byte lesz ez a változó. Oké is. Na, megyünk tovább, itt van a következő, ez egy double típusú változó lesz, x lesz a neve, ennek pedig 1,2-t adunk, 1,2-et adunk kezdőértéknek. Látjuk, hogy ez egy picit nagyobb memóriaterület, mint az előzőek. Ez azért van, mert általában a double már 8 byte-ot szokott foglalni egy-egy ilyen, tehát azokon a PC-ken, amiket ti használtok, 8 byte. Egyébként a legtöbb eszközön a double az 8 byte szokott lenni. Na, de ne csak beépített típusokat használjunk, hanem használjunk standard library típusokat is. Hát itt van egy ilyen string, ennek az s1 nevet fogjuk adni, és kezdőértékkel adjuk neki a hello world-öt. Na most, hát ebben az esetben már azért nem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy egy string mekkora memória területet foglal le, mert azért ez már egy kicsit bonyolultabb ennél. De igazából nem is feltétlenül fontos ezt nekünk most tudni. Ezek a felhasználó típusok azért is jók, hogy vannak, meg azért is szerencsések, mert nagyon sok pluszt adnak nekünk, nagyon sok plusz információt. Hát itt az S1 objektum esetében például látjuk azt, hogy az a karaktersorozat, az a szöveg, vagy az a string, amit itt tárolunk ebbe az objektumba, az 12 hosszú. Hát itt valószínű a karakterre gondolnak, tehát itt ez 12 karakter hosszú, amit itt tárolunk. Egyébként a stringben sok más egyéb információ is van, ez egy info. Jó? A stringet meg fogjuk majd nézni, főleg amikor a vektor implementációját nézzük majd a fél év vége fele, hogy egészen pontosan hogy működik. Most legyen annyi elég, hogy ez egy olyan memória területet foglal le, ami dinamikusan változhat, tehát nem fix méretű, ezt tudjuk szépen alakítani, attól függően, hogy milyen hosszú szöveget tárolunk benne. Jó. Viszont itt azért lehet trükközni is egy kicsit, ugyanis hát alapvetően ezt is el tudjuk tárolni stringként, ami azért nem szerencsés, valljuk be őszintén. Nyilván itt az a kérdés, hogy mit akarunk pontosan. Ugye, amikor mi pötyögünk ide a terminálba, most megpróbálom visszahozni, tehát amikor itt írtunk valamit a terminálba, ugye kérte tőlünk az, hogy írjunk be egy távolságot incsbe, itt ugye beírtunk egy számot, a 10-et, viszont ez a szám, ez a 10, ez nem úgy jelenik meg elsősorban, hogy 10, hanem ez úgy jelenik benne, hogy 1 és 0. Jó, tehát ilyen karakterként. Később majd fogunk erről is tanulni, hogy ez hogyan működik, meg mégis hogyan néz ki ezek a input-output eszközök. Tehát igazából ezt is meg tudnánk tenni. Miért is ne? Viszont szerintem nem ezt akarjuk mi megtenni, hanem inkább ezt. Jó, tehát nagyon ritka az, hogy ilyen
számokat stringként tárolunk el. Erre figyeljünk oda. Jó, de elvben ez így teljesen működőképes. Jó, rendben van. Oké is. Na szóval, összegezve, miről is van szó, hogy az objektum egy memória rész, mely egy adott típusú értéket tárol. Jó? Tehát gondoljatok a változóra vagy az objektumra egy olyan kis dobozkaként, amiben csak bizonyos típusú tárgyakat tudunk betenni, és amikor beleteszünk egy ilyen dobozkába egy tárgyat, az onnantól kezdve annak az objektumnak az értéke lesz. Jó? Mint például itt, hogy integer a egyenlő 7. És akkor innentől kezdve az a nevű objektumnak, ami egyébként integer típusú, 7 az értéke. Tehát a 7 értéket fogja felvenni. Jó. Egy kis ilyen nomenklatúra, hogy a változó egy nevesített objektum, tehát egy olyan objektum, aminek van neve. A deklaráció pedig nevet ad az objektumnak. Jó. Nem akarok ezen sokat rugózni, hogy mi az a deklaráció, meg inicializáció, meg ilyesmi. Tényleg csak azért mondom, hogy figyeljünk erre majd oda. Jó. Meg hogy ha esetleg mondom, akkor tudjuk, hogy mire gondolok. Na most. Ami itt még látszik hirtelen, hogy ugye látjuk ezeket a kis memória rekeszeket, meg ilyesmi. Itt, ami a stringnél van, itt most ne jegyünk meg, erről részletesen fogunk beszélni, hogy ez miért így néz ki. Ugye látjuk ezt a kis stringet, ezt majd szépen meg fogjuk világítani, hogy pontosan miért így néz ki, és miért így használjuk. Még egy picit a műveletekkel és az operátorokkal fogunk ismerkedni. Picit kibővítjük az iménti programot. Így van. Ezt az Input 2 programot fogjuk egy picit kibővíteni. Mégpedig úgy, hogy először is elmentjük új néven, ez nagyon fontos. Hogyha valamit bővítünk, akkor azt mindig mentsük el. Hogy kérjük be a usernek a vezeték nevét is. Oké. Okay. És akkor itt kérjük is be. Jó, és akkor fogunk vele egy kicsit majd bűvészkedni, csak előbb még itt írjuk is ki. Hát ide ledobunk egy szó közt, csak hogy szépen legyen formázva, és akkor írjuk is ki. Futtassuk. Egyszerűen már tényleg oda, már lassan arra figyelek, hogy legyen benne valami hiba. Csak hogy lássunk ilyet is. Na és akkor nézzük, a bekérő szöveget nem írtuk át. Enter your first and second name. Jó, csak hogy pontosan legyen. Így van. Jó, és akkor itt szépen beírjuk a nevet, meg beírjuk a korunkat. És akkor itt szépen ki is írja nekünk, ugye abban a sorrendben, hogy itt megadtuk. Tehát elvileg jól működik a programunk eddigi továbbfejlesztése legalábbis mindenképpen. Jó, rendben van. Viszont próbáljunk már ki akkor, hogy ezekre a stringekre, ugye mondtam azt, hogy az összeadás jel az valahogy máshogy működik, készítsünk már egy olyan változót, amibe összefűzzük a nevünket. Ugye mondtam azt, hogy az összeadás jellel lehet összefűzni ilyen stringeket. Hát nézzük már meg, hogy ez akkor működik-e. First name, second name, ugye? És akkor itt ezt már is ki tudjuk cserélni arra, hogy simán csak a nevünket írjuk ki. Tehát tulajdonképpen ezt, mert hogy itt ezt már szépen összefűzzük. Legalábbis ez a terv. Oké, és még mindig rendben vagyunk.
És akkor írjuk be ismét. Á, szuper, nagyon jó, működik is. Jó, tehát ahogy beszéltük, hogy ugye a stringekre hogyan működik az összeadás jel, hát szépen összefűzi. Itt most ez esetünkben mit fűz össze? Összefűzi az a first name, hozzáfűz egy szóközt, meg hozzáfűzi a second name változóban található értéket. Jó, és ez így szépen összekapcsolja egybe, és eltárulja ebbe a name nevű string típusú objektumba. Jó? És akkor itt a végén már csak ezt írjuk ki. Oké is. Nézegessünk még egy kicsit ezeket az operátorokat. Mondjuk fűzzünk már hozzá a névhez valamit ezzel a plusz egyenlő operátorral. Hát mondjuk ezt, hogy junior. Amerikaiak így szokták, ha jól emlékszem. Ugye ez igazából azzal egyenlő, mint hogyha azt mondanánk, hogy a név legyen egyenlő a név plusz juniorral. A kettő ugyanazt jelenti, csak így össze tudjuk vonni ilyen tömörebb megfogalmazásba. Sokszor használjuk ezt, mert úgy kicsit egyértelműbb, de hát kinek mi a szája íze. Jó, hát most egyelőre akkor ezt ki is törlöm, és akkor csak ez marad nekünk. Csak tényleg kipróbálni, hogy ez hogyan működik. Reméljük, hogy működni fog ez is. Oké, és akkor látjuk, hogy itt szépen a nevünk után hozzáfűzte ezt a, amit kértünk, ezt a juniort. Jó, rendben van. Oké, és jó. Tehát tényleg, amit mondtam, hogy látjuk azt, hogy hogyan működik a stringre, és akkor esetleg nézzük meg azt, hogy integerekre hogyan működik. Mondjuk tudunk olyat csinálni, hogy növeljük meg az age-et egyel. Jó. Növeljük meg egyel. És akkor itt is próbáljuk ezt ki. Beírok 24-et, így van, és kiír nekünk itt 25-öt. Oké, és ezt is meg lehet fogalmazni tömörebben, nyilván. Age plusz egyenlő 1. Sőt, igazából, ami a legjobb megoldás, az a plusz plusz age. Ugyanis ez az operátor azt csinálja, hogy egyel megnöveli az, annak a változónak az értékét, amit utána írunk. De nézzük akkor meg, hogy biztos rendben vagyunk-e. Oké, és... Ja, igen, klasszikus hiba, nem mentettük el. Most elmentjük, és akkor megpróbáljuk újra. Jó, és akkor így már 27-et fog nekünk kiírni, ugyanis itt is megnöveltük egyel, itt is megnöveltük egyel, és itt is megnöveltük egyel. Jó? Oké. Na hát, az operátorokról ennyi. Operátorok, műveletek igazából ugyanazt jelenti, gyakorlatilag. Ugye látjuk azt, hogy ez az összeadásjel, ugye ugyanaz, mint ez az összeadásjel igazából. Ugye az, hogy milyen típusok állnak körülötte, az meghatározza azt, hogy mit jelent. Tehát, hogy mit kell azzal a dologgal művelni. Nyilván itt a first name-hez nem hozzáadni akarjuk a szóközt, meg ahhoz hozzáadni a second name-et, mert annak nincs értelme. Tehát nincsen a valóságban értelme. Két string összeadása az mindig olyan, hogy oké, adjunk össze két stringet, de mit is csináljon az akkor pontosan, mit is jelent az akkor pontosan. De ugyanígy van a matematikában is,
Én emlékszem, nekem a diszkrét matekot még Bácsó tanár úr tanította, és ő mondta azt, hogy ez az összeadás, ez egy műveleti jel, ennek ez a neve, hogy összeadás, de simán lehetne az a neve is, hogy biciklizés igazából, mert teljesen mindegy. Ugye nyilván az, hogy ez a művelet mit csinál, ez az operátor mit csinál, az azt határozza meg, hogy a két oldalán milyen típusú objektumok állnak. És ha belegondoltok, azért ez matematikában is így van, de abban én olyan mélységeiben nem akarnék belemenni, mert nem vagyok matematikus. Jó? Úgyhogy nyilván itt van nekünk egy operátorunk, ezzel összeadunk, ha integerek vannak, illetve összefűzünk, hogyha stringek vannak körülötte. Jó? Az izgalmas rész akkor jön, akkor, amikor mi van, hogyha itt string áll, itt pedig egy integer áll, de a rutinosabbak már rögtön látják is, hogy mi erre a válasz, később majd megbeszéljük. Ez a program pedig annyit csináljon nekünk, hogy írja ki nekünk azt, hogyha egy szövegben két szó előfordul egymás után. Tehát ha szóismétlés van, rögtön egymás után. És akkor hát szokásosan megint beinkludoljuk a mi kis headerünket. Csak hogy ez meglegyen, megint egy main függvénybe fogjuk beírni, és akkor hogyan közelítsük meg ezt a problémát? Hát ugye szavakat olvasunk be, ugye ezt már csináltuk korábban, ugye tudjuk azt, hogy így kell beolvasni egy szót. Nyilván ez az kell, hogy ugye ezt az objektumot deklaráljuk, tehát legyen ez a legyen kész ez a string objektumunk, és ezt inicializáljuk ilyen üresre igazából. Szerintem erre nem lenne alapvetően szükség, mert emlékeim szerint, mintha alapvetően is így üresen lenne, de mindegy, csináljuk így. Jó, és akkor kell nekünk egy másik változó is, ami az előző szónak az értékét fogja tárolni, és majd így fogunk szépen sorba menni, és összehasonlítgatjuk, hogy az előző meg a következő az ugyanaz-e, vagy különbözik. Jó. Na most, nyilván beolvasunk egy szót, alapvetően, tehát ez így rendben is van, viszont ezt csináljunk már meg a teljes szövegen végig, azt pedig úgy tudjuk, hogy egy ciklusban folyamatosan olvassuk be. Most egyelőre tényleg csak megírom, jövő héten majd fogunk ezzel kicsit bővebben foglalkozni, hogy ez hogyan is működik. És akkor ugye mit kell megnéznünk? Azt kell nekünk megnéznünk, hogy az előző az ugyanaz-e, mint a következő. Jó, tehát az előző és a következő között van-e különbség, vagy ugyanaz-e. Ezt meg egy úgynevezett ilyen feltételbe tudjuk vizsgálni. Ezeket a vezérlési szerkezeteket majd megnézzük pontosabban jövő héten. De most egyelőre tényleg csak annyit nézzünk meg, hogy ez az előző, ez ugyanaz-e, mint az aktuális. Jó. És hogyha ugyanaz, akkor egész egyszerűen csak írjuk ki azt, hogy hát repeated words, vagy szóismétlés, vagy repeated word, talán inkább az lenne a jó, és írjuk is ki ezt a szót. Hogy lássuk, hogy mi is ez. Jó, és nyomjunk egy új sort, csak hogy lássuk. És egyébként a következő szót, azt adjuk értékül az aktuálisnak. Ez annyit csinál, hogy szépen megyünk egyel tovább, és ugye az aktuális szót értékül adjuk az előzőnek, és így szépen fogjuk a egyes szavakat szépen egyesével hasonlítgatni, mindig az előzővel, ahogy olvassuk be. Legalábbis ez a célunk. Oké. Hát fordítsuk le, nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Meglepő, de most sincs hiba. Előkészítettem én egy ilyen tesztszöveget,
Ezt itt most megnyitom nektek. Ez lesz a nagyon egyszerű kis tesztszöveg. Hát látjuk, hogy itt azért van szó ismétlés egy-egy ilyen esetben. Hát meglátjuk, hogy ez hogyan is fog kinézni, meg hogyan is fog működni. Ezt az egyszerű kis tesztszöveget fogjuk itt majd használni. Jó. Na, hát én itt most nyomok szerintem egy copy-t. Copy-paste-et, hát reméljük, hogy működni fog. Oké, és jó, tehát a programunk lefordul, futtassuk, és akkor írjuk be neki ezt a szöveget. Így van, és akkor látjuk, hogy ki is írja nekünk. Na most, mi az, amit így rögtön látunk? Ugye itt látjuk, hogy ugye szóismétlés ez a he. Hát he. Jó, tehát itt látjuk, hogy már is van szóismétlés. Akkor itt is van egy szóismétlés. Ezt is kiírja itt nekünk. Picit húzok rajta. Illetve itt kiírja nekünk a verit, mint szóismétlés. Oké. Okay. Most ezt miért nem írta ki? Ezt is ki kéne írni elvileg, mert ugyanaz a szó. Egyrészt. Másrészt ezt is ki kéne írnia, mert ez is ugyanaz a szó. De ugye mit is mondtunk, hogy hogyan működik ez az operátor? Ugye a whitespace karakterekig olvas. Mi a whitespace karakter? Ugye a szóköz, a tab, az új sor, ezek az úgynevezett whitespace karakterek. Na most, hogyha beolvassuk ezeket szavanként, akkor ugye hol van itt whitespace karakter? Hát a pont után, ugye ott van egy új sor karakter. És így akkor ez a két szó már nem ugyanaz lesz. Jó? Esetleg tudunk egy olyat csinálni, hogy írjuk már itt ki a szavakat, csak ilyen hibakeresés jelleggel. Ugye ilyet szoktunk is csinálni, hogyha valamit esetleg nem értünk, hogy miért úgy működik. Írjuk ki egyszerűen a szót, hogy mi az, amit beolvasott. Jó. Ebből a Ctrl-D-vel tudunk egyébként kilépni, mert ugye a program folyamatosan várja, hogy írjuk be neki egy új stringet. Na de akkor fordítsuk le újra, és ismét futtassuk, és ismét írjuk be neki ezt a szöveget. Jó, és akkor itt szépen elkezdi nekünk egyrészt kiírni a szavakat, másrészt kiírni azt, hogy talál-e szóismétlést. Na most, itt rögtön látjuk, hogy ez a szó, meg ez a szó, ez bizony nem ugyanaz, ugyanis ez nagy S-sel van, ez meg kis S-sel. Jó? Nagyon fontos, Linuxban vagyunk, meg egyébként ez a minden más rendszeren is így van, ugye a case sensitive a dolog, de az oprendszerben, tehát Linuxban még egyébként is, ez hangsúlyosan jelen van, de ez még Windowson is ugyanilyen problémát okozna. Jó. Na most ugye a heat azt megtalálja, vagy hát ezt a hehehe részt, ezt megtalálja szépen, megtalálja a didet is, illetve a verit is, viszont a goodot nem, mert látjuk, hogy ez a két string, ez bizony nem ugyanaz. Jó? Mert itt van egy pont, és emiatt ez különbözni fog. Oké is. Jó, rendben van. Ismét ki tudunk lépni Ctrl-D-vel. Jó. Egy dolgot még itt most megmutatok, ha már itt vagyunk. Látjuk azt, hogy itt van nekünk a programunk, tehát ez az a program, amit használunk, illetve sok más egyéb program, illetve hát ide másolom ezt a test txt-t, csak hogy legyen meg ez is itt nekünk. Jó, tehát így akkor már ez itt van nekünk. Így van. Tehát itt van nekünk ez a text txt. Na most ez egy ilyen operációs rendszerek dolog, biztos, hogy fogjátok tanulni majd oprendszerek tárgyból. Tudunk olyat csinálni, hogy a bemenetet át tudjuk irányítani, ez ilyen Linuxos dolog. Tehát, hogyha egy programunk vár egy bemenetet, akkor azt szépen bele tudjuk így irányítani ezzel a kacsacsőrös
megoldással, ugye ez a text.txt-t, ezt be tudjuk irányítani, és hogyha minden igaz, ez így akkor már ugyanúgy fog működni, mint az imént is, csak nem nekünk kell kézzel beírni. Tehát, hogyha például lesz majd egy olyan programotok, amit szépen el kell kezdeni megírni, és hiba kezelni kell, próbálgatni, akkor sok esetben egyszerűbb az, hogyha egy ilyen TXT fájlba beírjátok a példa bemenetet, és csak így ezzel a Linuxos kacsacsőr operátorral beirányítjátok a programotokba. Jó, ezt csak akarom most olyan részleteiben elmondani, hogy hogy működik. Oprendszerekből biztos, hogy fogjátok majd tanulni. Mondom, ez csak egy ilyen kis segítség, hogy szerintem így sokkal egyszerűbb, mint copy-paste-elni állandóan a Linux terminálban. Oké, és jó. Rendben van. Na, akkor alapvetően ezzel a kis programmal mit akarunk mondani? Ugye egyrészt azt, hogy látjuk, hogy van itt ez az egyenlő-egyenlő operátor. Nagyon fontos, hogy azt ne keverjük össze az egyenlő operátorral. Ez igazából nem is operátor, hanem ez egy értékadás. Jó? Ugyanúgy, mint amikor itt értéket adunk, kezdő értéket adunk a változónak, itt ugye értékről tudjuk adni az egyiket a másiknak. Jó? Ez egyébként majd másolásnak fogjuk hívni később. Ennek a változónak, vagy ennek az objektumnak a tartalmát belemásoljuk ebbe az objektumba. Jó? Ne keverjük össze az egyenlőség operátorral. Jó? Ez azt nézi meg, hogy két objektumnak az értéke, az megegyezik-e, vagy sem. Jó? A kettőt ne keverjük össze. Nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. Jó. Rendben van. Az, hogy ez az operátor mit jelent, ez megint ugye az határozza meg, hogy milyen típusú objektumok állnak a két oldalán. Nyilván intuitíven ezt megint lehet érezni, hogy integerekre hogy működik, hogy stringekre ennek hogy kéne működni, majd megnézzük, hogy egy dátum hogyan lehet egyenlő vagy nem egyenlő. Pár hét múlva eljutunk oda is, hogy egy kis dátum típusba majd ezt meg fogjuk nézni. Jó, nagyon fontos, most még itt az elején kihangsúlyozom, hogy a kettőt ne keverjük össze, és figyeljünk oda rá. Ami itt nekünk még mindenképp szót kell emelni, ez az úgynevezett type safety dolog. Alapvetően itt az lenne a nyelvi szabály, hogy minden objektumot a típusa szerint használjunk, és aszerint használjunk, hogy milyen típusú az az adott objektum. Igyekezzünk inicializálni, tehát adjunk neki kezdőértéket. Nem kötelező, de mindenképp ajánlott. Ugye egy-egy objektumnál csak a adott típusra definiált műveletek alkalmazhatóak, és minden alkalmazott művelet úgymond érvényes értéken hagyja a változót, tehát nem fogja elrontani, úgymond. Tehát az összeadás az integerekre integer eredményt fog adni. Jó? Tehát ebben azért bízhatunk. Ugye milyen eszmék vannak e mögött? Ugye van ilyen, hogy statikusan type safety valami, ez azt jelenti, hogy ha a programunk megsérti ezt az elvet, vagy ezt a nyelvtani szabályt, akkor a program nem fordul le, és a fordító hibát jelez nekünk. A másik oldala a dolognak az, hogyha dinamikusan type safety valami, akkor futási időben fog nekünk hibát jelezni, hogy ezek pontosan mit jelentenek, majd jövő héten fogjuk emlékeim szerint megnézni. Jó? Egyelőre most tényleg csak annyi legyen, hogy használjuk úgy a típusokat, ahogy azt megalkották, és amire valók. Jó. Fontos dolog, tényleg, ahogy mondtam, igyekezzünk nem megsérteni. Alapvetően programozás közben itt a szerzőnek a gondolatát is be is írtam, hogy a fordító jó barát. Csély Csabi már tudja is, bár lehet, hogy most morog egy kicsit, hogy miért nem működik. De a fordító a legjobb barátunk programozás közben, jelzi nekünk, hogyha valamit hibáztunk, csak oda kell lapoznunk a programkódba, és tudjuk is javítani. Jó? Nyilván ezt, ahogy mondtam is, lehet, hogy nem fogjuk érezni, de fontos, fontos, és tényleg a fordító jó barátunk. Jó. A C++ nem teljesen statikusan type-safe, illetve nem teljesen dinamikusan type-safe. Valamit jelez a fordító, valamit nem jelez a fordító. Nyilván, hogyha hibákat követünk el, azokat látni fogjuk. Na, de nézzünk is erre egy példát.
ez a type safety violation, hát nem tudom, hogy lehetne ezt jól lefordítani, talán a típusokat, típusok használatán, típus használati szabályok megsértése, ha úgy tetszik. Én ezt most le is programozom itt, mert úgy talán jobb magyarázni. Hát legyen most csak annyi a neve, hogy type CPP. Megint kezdünk a szokásos header-rel. Jó, és akkor hogyan, mire is gondolok itt konkrétan ilyen type safety violation alatt? Ugye tételezzük föl, hogy mondjuk fölveszünk egy integer típusú változót, és adjuk neki mondjuk kezdőértékű az, hogy 20 000. Jó, tehát tényleg csak ennyit, hogy 20 000, ez egy érték. Emellett ugye vegyünk fel egy másik másik típusú változót, egy karakter típusú változót, és adjuk neki érték ezt az integert. Mi történik itt? Mi az, ami itt problémát okozhat, mire az, amit figyelni kell? Ugye beszéltük azt, hogy az integer a legtöbb rendszeren 4 byte, tehát 32 bit, és ugye ezen a 4 byte-on megvan, hogy mekkora méretű számokat tudunk tárolni, akár mekkorát nem tudunk. Tehát nyilván, amikor itt integernek akarunk valami értékül adni, tehát az ilyen bődületesen nagy számokat nem tudunk értékül adni neki, egész egyszerűen azért, mert az a memória rekesz, az nem bírja ezt már megjeleníteni, nem bírja ezt tárolni. Jó? Tehát bizonyos méretű változókat, bizonyos méretű számokat tudunk csak itt tárolni. Jó. Na most, ugye ez 4 byte, jelen esetünkben, hát a 4 byte-ba a 20 000 így decimálisan simán belefér, ezzel nem lehet gond. Viszont a karakterről mondtuk azt, hogy a karakter az egy 1 byte-os memória rekeszt foglal le magának, és 1 byte-on fogott megjelenni az érték, amit ott tárolni akarunk. Ez ugye azt jelenti, hogy összesen 8 bitünk van arra, hogy számokat reprezentáljunk ott. Hát ez azért erősen limitálja azt, hogy mekkora lehet a legnagyobb és a legkisebb érték. Ugye karaktereknél mondtuk azt, hogy mondjuk azt, hogy a legnagyobb szám, amit tudunk így előjelesen, tehát előjellel együtt, az ugye a 127, a legkisebb pedig a mínusz 127. Jó? Nyilván előjelek nélkül ez úgy néz ki, hogy 0 és 255. Ez egészen azért van, mert ugye binárisan 8 biten ezek a limitek, úgymond, amit tudunk tárolni. Úgymond belimitálja nekünk azt, hogy mekkora lehet ez az érték. Na most, nézzük meg, hogy mi történik, hogy ezt a 20 000-et rámásoljuk, tehát 20 000-et próbálunk tárolni karakterbe. Nézzük meg, hogy mi történik. Adminisztratív szempontok miatt csináljunk már egy olyat, hogy ezt visszamásoljuk egy integerbe. Tehát szépen visszamásoljuk azt az értéket, amit itt a C-be megjelent, és csináljunk már csak annyit, hogy nézzük meg, hogy egyenlőek-e, vagy nem egyenlőek, és írjunk is ki egy ilyen kis hiba üzenetet. A nem egyenlő B, hát esetleg még írjuk ki az értékeket is, csak hogy lássuk. Jó. Remélhetőleg legalábbis jó. Viszont, hogyha egyenlőek, az nagyon meglepő. És akkor írjuk ki azt, hogy hatalmas a karaktertípusunk. És nézzük meg, hogy mi történik. Jó. Fordítsuk le. Oké, és jó. Na, hát látjuk is, hogy mi történik. Pontosabban pillancsunk is rá. Ugye itt megcsináltuk ezt a másolgatást, és látjuk, hogy itt
kiírta ezt a A nem egyenlő B-t, és akkor látjuk, hogy kiírja egyrészt A-nak az értékét, másrészt B-nek az értékét. Ugye az 20 ezer, az rendben van, mert hogy itt tényleg ez megvan, viszont a B az 32. Hát mondhatnám azt, hogy az történt, amit vártunk, ugyanis 20 ezer nem fér bele egy karakterbe. Az, hogy miért 32, hát nyilván itt most binárisan ezt meg tudnánk fejteni, meg tudnánk nézni, hogy pontosan miért. Legyen annyi elég, hogy nyilván a 20 ezer nem fér be a karakter helyére. Mi a másik tanulság, ami itt most fontos, hogy ugye értékül adtunk egy karakter típusú objektumnak egy integer típusú objektumot. Ugye ez biztos, hogy rossz. Jó, tehát ez nem jó. Vagy hát az esetek többségében ez nem jó. Mi az, ami történt? Se a fordító nem szólt nekünk, se a futtató környezet nem szólt nekünk. Tulajdonképpen ez a másolás megtörtént, anélkül, hogy bármiféle hibát kaptunk volna, vagy bármiféle jelzést kaptunk volna arról, hogy hé, itt valami probléma van. Most egy dolgot még megnézek, mert a G++-nak van egy olyan funkciója, hogy ezzel a kapcsolóval kiír mindenféle hibát és mindenféle figyelmeztetést, de ez se jelez. Jó? Tehát azért mondom, hogy erre is figyeljünk oda nagyon, ugyanis ez problémát tud okozni a programunkba. Legalábbis itt C++-ban ez mindenképpen tehát kiemelt figyelmet érdemel. Ugye, hát szerintem Jávában már ilyet nem lehet megcsinálni, de ezt majd, hogyha odaértek Prog 2-n, akkor majd megnézitek. Szerintem ott ezt már nem engedi se a fordító, se a futtató környezet. De most erre pontosan nem emlékszem. Jó? Ami itt a tanulság is, amiért ez nagyon fontos, hogy erre figyeljünk oda, mert itt ez okozhat problémákat. Jó? Tehát ahogy mondtuk is az előadásban, hogy igyekezzünk nem megsérteni ezt a szabályt, használjuk úgy a típusainkat, amire valók, és ahogy ezt tudjuk használni. Jó, tehát itt van egy ilyen kis móricka rajz is, hogy látjuk, hogy ez az a integer, ez ilyen jó nagyméretű memóriarekesz, a C az egy sokkal kisebb, nagy számok ebben nem férnek bele. Jó. Oké, és van még egy másik dolog, amire ki akarok térni, de itt ez most már tényleg csak viszonylag röviden, hogy korábbi C++ verzióknál probléma volt az is, hogyha nem inicializáljuk a változóinkat. Az újabb verzióknál már ez elvileg nem okozhat gondot, legalábbis a legtöbb fordítóprogram már ezt megoldja. De adjunk kezdőértéket, mert ha csak ennyit mondunk, hogy int x, akkor azon a memória területen ilyen random értékek lehetnek. Mi is ennek az oka úgy dióhéjban? Bekapcsoljuk a számítógépünket, ugye ott vannak benne a memória modulok, amikor ez áram alá kerül, fölvesz ilyen random értékeket, random egyeseket, nullákat. Ugye ez valahol ott ilyen hardware szinten ilyen lebegőkapus kondenzátorok vannak, meg ilyesmi. Nem lényeges, ha gondoljátok, olvassatok utána. A lényeg, hogy ilyen random értékek kerülnek beírásra. És ugye ezek a DDR-ramok úgy is működnek, hogy ezeket a random értékeket tartja is, úgymond a gépnek az elektronikája, idézőjelbe. Tehát azok az értékek benne is maradnak egészen addig, amíg be van kapcsolva a számítógép. Na most, amikor ennyit mondunk, hogy int x, a legtöbb programozási nyelv és a legtöbb program, legtöbb fordító ugyan már inicializálja nullára, de nem mindegyik. Például C-ben nem fogja átírni, csak egész egyszerűen lefoglalja azt a kis memória rekeszt, és ami egyesek és nullák ott benne vannak, azok benne is maradnak. Jó? És nyilván, hogyha itt elkezdünk ezekkel valamilyen műveleteket csinálgatni, itt ez megint csak problémát okozhat. Jó? Legegyszerűbb megoldás az, inicializáljuk nullára vagy egyre, mínusz egyre, valamire inicializáljuk a változóinkat. Jó? Oké. Jó, tehát ez egy nagyon fontos rész, vagy hát egy fontos dolog, hogy adjunk valami kezdőértéket. Technikai részlet.
Ugye a memóriában csak bitek vannak. Egyesek és nullák. Ezeknek a biteknek a típus ad jelentést, tehát a típus fogja megmondani azt, hogy az a valami mit is jelent, az a bit sorozat mit is jelent. Ugye itt vannak ilyen bitek a memóriában, hogyha ez integer, akkor 97-et jelent, hogyha karakter, akkor pedig a kis a betűt jelenti. Jó? Ugyanígy erre is, ha ez integer, akkor a 65-öt, ha karakter, akkor a nagyát jelenti. Egyébként ez ugyanúgy van, mint a valóságban. Jó? Én azt mondom nektek, hogy 42. Mi az a 42? 42, de mi 42? Kell a mértékegység, vagy kell valami, ami utal erre. Méter, vagy láb, vagy Celsius fok, dollár, házszám, micsoda. Jó? Ugyanígy, itt is ugye a típusra szükségünk van, tudnunk kell, hogy az a szám, ami a memóriában van, mit is jelent. Mi az, amit reprezentál, mit jelent. Jó? Oké, és rendben van. Na, pár ilyen dolgot még így hozzáfűznék, így a hatékonyság kapcsán, hiszen a változók, objektumok használata azért a hatékonyságra sokszor kihat, nyilván a memória kezelés kapcsán. Nyilván emiatt ne aggódjunk, most még itt DevProgon, legyen a kód helyes és egyszerű. Jó, tehát a programunk csinálja azt, amire szántuk igazából. A C++ a C-ből származik, a C ugye egy rendszerprogramozási nyelv, ezt beszéltük, a beépített típusok közvetlenül képződnek le a memóriában, ugye a karakter egy byte-ban tárolódik, az integer egy gépi szóban, a double pedig egy lebegőpontos regiszterben, tehát tényleg közvetlenül használjuk a memóriát. Ellentétben mondjuk a Java-val vagy más interpreteres nyelvekkel, ott egy picit máshogy vannak ezek a dolgok. Jó. A beépített műveletek pedig közvetlenül gépi utasításokra képződnek le, tehát két integer összeadása az integer add műveletre fog leképeződni. Nyilván itt most hardware programozás szintre már nem akarok lemenni, a processzornak az add műveletére fog leképeződni. Az egyenlőséggel a másolás műveletre, és így tovább. Jó. Alapvetően a modern hardverek által nyújtott eszközöket a C++ közvetlenül támogatja, tehát igazából ezek elég hatékonyan tudnak működni. Jó, rendben van. És akkor nyilván itt a hatékonyság meg sokkal biztonságosabb kódokat tudunk írni. Ugye itt ír egy példát a string a karakter pointerrel szembe. Erre majd nézzünk példát, hamarosan megnézzük, hogy ez hogyan is működik. Jó. Tényleg egy ilyen utolsó dia, és akkor szerintem már, ha minden igaz, meg is vagyunk, de majd még ránézek, hogy használhatunk ilyen C++ 14-es dolgot, ezt az autótípust. Jó. Hát, aki esetleg így ilyen PHP vagy nem is tudom, talán JavaScript, de jobban otthon van, az sejti már, hogy miről van szó. Így akkor nem kell azt megmondanunk, hogy integer, vagy double, vagy ilyesmi, autó x egyenlő 1. Nyilván arra figyeljünk, hogy ez itt mire képeződik le. Jó? Az, hogy végül is az x-nek mi lesz a típusa, az fogja meghatározni, hogy itt milyen típusú érték áll. Ugye az 1 az egy integer, szóval az x az integer típusú objektum lesz. Ugyanúgy, mint ez egy karakter, akkor y egy karakter típusú változó lesz. Ugye ez egy double típusú lesz. Jó, egyelőre még ne feltétlenül foglalkozzunk ezzel. Később lesz ennek jelentősége, amikor már ilyen nagyon ilyen hosszabb változó nevek, típus neveket fogunk használni. Később majd azért ez gyakrabban elő fog fordulni, és csak egy ilyen kis zárójeles tipp, ha akarjuk, használhatjuk ezt is. Egy példát még megnézünk, és akkor tényleg ezzel fogjuk zárni a mai napot. Ez pedig ugyancsak a típusainkra vonatkozik, mint ahogy itt is látható. Ugye ez mondhatjuk azt, hogy egy ilyen unsafe konverzió, tehát olyan, amikor implicit szűkítjük a dolgot. Tehát kisebb helyre akarunk berakni valamit, mint amire szüksége lenne. Na most nézzük meg ennek úgymond a fordítottját.
csak tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis programban. Az előbb egy integert akartunk berakni egy karakterbe, most nézzük meg fordítva. Vegyünk fel egy karaktert, legyen ez a C1, és adjuk neki értékül, hogy X. Tehát ez a karakter az X értéket fogja nekünk tárolni. Most ezt az X értéket másoljuk bele egy integerbe. Hát miért is ne? Na nézzük meg, hogy mi történik. Írjuk ki először is C1-et, aztán egy szó közzel írjuk ki I1-et is. Oké, na ez a TypeSafe programunk lesz. Jó, lefordul. Futtassuk is le. Oké, és na és akkor egyrészt kiírja nekünk az X-et, meg kiírja a 120-at. Szuper. Ugye nyilván az X a C1, ugye ott utána dob egy szó közt, ezt látjuk itt is, majd ugye kiírja az I1-et, ami 120. Jó. Ugye, amiről beszéltem, hogy mi is az a 42, ez itt most tökéletesen előjön, ugye ez egy bit sorozat, ugye az X. Nyilván a memóriába csak itt tudjuk tárolni. Ez a bit sorozat ugyanúgy meg fog jelenni a másik memória rekeszbe, amit I1-nek hívunk, csak ott már más fog jelenteni, ugye? Tehát mit csinálunk? Először is létrehozzuk C1-et, lefoglalunk neki egy memória rekeszt, és értékül adjuk neki az X-et. Ez valamilyen bit sorozat. Egyesek, nullák. Utána létrehozunk egy másik objektumot, foglalunk neki memóriát, és erre a memória rekeszre bemásoljuk azt, ami C1 van. Tehát tulajdonképpen C1 és I1 ugyanazt a 0-1 bit sorozatot fogja tartalmazni. Jó? Ugyanazt fogja tartalmazni. És a típus megmondja azt, hogy ez mit jelent. Ugye karakter esetében ez X-et jelent, integer esetében pedig 120-at. Jó? Tehát ez az, amiről beszéltünk, ez az, amit itt akartam hangsúlyozni. Jó, rendben van. Na most, igazából itt ennyi lenne, amit akartam mutatni. Hát igen, nem akarom még egy, mert lehetne ezt itt még cizellálni, de nem feltétlenül akarom bonyolítani. Jó, és akkor nyilván ezt visszafele is vissza tudjuk másolni, és hogyha megnézzük, hogy a kettő az egyenlő-e, akkor természetesen egyenlő lesz. Itt ugye nincs értékvesztés, mert kisebbből megyünk nagyobbba. Jó, tehát nincs az a narrowing, az a szűkítés, amit az előbb csináltunk itt az integerről karakterre, hanem itt pont fordítva van. Ennyit gondoltam mára. Így ezzel a Chapter 3-at is letudtuk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket, illetve hogyha van bármi megjegyzés, akkor azt nyugodtan dobjátok be.